Fiatalkorunkban ismerkedtünk meg egy színjátszó táborban. Akkor még nem alakult ki közöttünk szorosabb kapcsolat. Egy nyár volt ez a tábor? Nem egy nyár volt, haver. Hát, vagy 6 éven keresztül egy táborba jártunk, de őrült. És aztán ott annyi történt, hogy mindenki el volt a saját dolgával, és tulajdonképpen ismertük egymást, mert tudom, hogy összejöttél a Mátrai Vikivel. Tényleg! És akkor ott volt valami, aztán az elmúlt, mint minden bunk az életben. Micsoda? Bunk bed. Fiúk, együnk egy kis sütikét. Igen. Jaj, hogy vagytok? Abba hú, de rég láttalak. 12 milliárd éve. Hát azért nem 12 milliárd, de régen sokkal többet jártál hozzánk. Meg régen sokkal többet jártam bárhova, mint az elmúlt 2 évben. Így alakult. A zene? Mi volt? Zene, csajok, matek. Ó, az igen. Mikor volt az, amikor úgy kitaláltátok azt, hogy több is kapcsol össze, nem csak mint barátok, vagy mint hát találkozás? Ez annak volt köszönhető, hogy mi újra találkoztunk, mert ugye alapvetően a színjátszó táborban ismerkedtünk meg. Arra emlékszem, hogy Ákos 6-os volt, mikor először ment színjátszóra. Igen. A táborban, mert addig mindig Réfülöpre járt velem. Igen, én még 5-es voltam, amikor először mentem. Aha. Úgyhogy akkor lehet, hogy én egy évvel korábban. Viszont Facebookon ismerősök voltunk, ugye később ismerősök lettünk már, azt nem emlékszem, hogy hogyan. És 2011 környékén láttam, hogy az Ákos posztolt Facebookon egy SoundCloud linket, hogy a saját zenét kiposztolta. És mi így ismerkedtünk meg újra, hogy én írtam neki, hogy ez mi ez a zene. És akkor ott elindult egy beszélgetés, és akkor az Ákos kérdezte, hogy vannak-e elfekvőbe ének témáim fölvéve, ami nyilván nincsenek, meg kinek vannak így szóló ének témáim. És akkor mondtam neki, hogy van egy próbatermünk Újpesten, és hogy nem akarunk-e oda menni. Szadán vagyunk, a Szadai Királytom. Egész gyerekkoromban ide jártam fel mindig, amikor kicsit meg voltam csusszanva, és ez egy tök jó lehetőség volt arra, hogy picit az ember átgondolja a dolgait. A kettőnk szempontjából pedig azért fontos, mert amikor a legelső demókat raktuk össze, akkor az Ákossal följöttünk ide hangokat gyűjteni. Nem csak ide, hanem az egész erdőbe. Akkor még hó volt, felvettünk hótaposás hangokat, jéghangokat. Új kis bolt, új kocsma, megjöttem Barcelona.
összeköltöztünk a Kinizsi utcába, és akkor utána később lett egy próbatermünk Dürerbe, ahol 7 évig folyamatosan ott zenéltünk. Bementünk este 10-kor, reggel 7-kor kijöttünk. És ott egy nyár alatt kvázi kitaláltuk azt, hogy ebből hogyan lehetne élőben, vagy hogyan lehetne ezzel élőben megszólalni. Hát az első koncert az egy elég nehéz sztori volt, mert... Mezitláb napszemüveg, délután 2, yeah, rövid nadrág. Igen, ez nagyon jó volt. Lejöttek a barátaink, tök sokan, egyébként Bükkbe. Igen. Az erdő közepén, Börzsönybe, bocsánat, igen, az erdő közepén. Az nagyon jó volt. Éveken keresztül számítógépen összeraktok valamiket, és akkor utána az egy óriási kérdőjel volt. Hát ott rengeteg YouTube tutoriálozgatás, Google-özgetés, hogy mit lehet ezzel élőben. Azon kívül, hogy DJ-szett és nyomsz egy playgombot, hogyha ezt nem így akarod csinálni, akkor amúgy hogy lehet ezt előadni. És akkor én arra emlékszem, hogy az első koncert előtt 3 héten keresztül minden nap lejártunk a próbaterembe. Rengeteget gyakoroltunk, hogy abból valami live set összejöjjön. És az első 1-2 év az azzal ment el szerintem leginkább, hogy mindig fejlesztettünk, új számot beletettünk, hogy kell ezt, hogy szóljon jobban, hogy lehet még többet improvizálni. Ákos az már eleve, tehát hogy eleve ilyesmit csinált. Mármint, hogy Abletonban számítógéppel rakott össze zenéket. Az, hogy én hogy kerülök a képbe, az másik sztori, mert én nem csináltam előtte elektronikus zenét, hallgatni sem nagyon hallgattam elektronikus zenét. És hogy nem is igazán értettem, hogy ez micsoda, hogy ez mennyi féle lehet, mert milyen alfajai vannak. És azért is volt érdekes, amikor az Ákosra elkezdtünk zenélni, mert nem csak egy zenélés volt, hanem elkezdte megmutatni, hogy ő miket hallgat amúgy. És hát akkor nekem kinyílt egy új világ, mert... És akkor onnantól kezdve pedig szerintem ezen soha nem gondolkoztunk, hogy milyen zenét csináljunk. Nem volt egy ilyen leülés, hogy milyen zenét csináljunk, ilyet vagy olyat. Amit ketten tudtunk csinálni, az volt az a zene. Ezt szerintem nehéz elmagyarázni, de közben meg nagyon egyszerű is. Van egy olyan fajta örömérzet, hogyha kitalálsz egy új témát, amit nekem nem okoz semmi más. Soha nem is okozott. És ezt úgy képzeled el, hogy nem tudom, egy pár nappal ezelőtt itt voltunk, és csináltunk egy szinti tesztet. Volt egy hangzás minta, amit szerettünk volna. Mindegy, és aztán végül is alakult belőle egy új téma, és én ilyenkor kiveszek egy dobozból egy cigit, rágyújtok, és elkezdek sikoltani. Mert így annyira örülök neki, hogy az, ami szól, az jól hangzik, hogy én teljesen el vagyok olyankor így ájból, hogy ez mennyire király. Aztán utána 12 óra tekergetés még. Az az élmény egyébként, amit koncerten vagy egy klubban hajnali 3-kor el tudsz érni, meg az a fajta ilyen mindset, amiben így bele tudsz kerülni, az elképesztő, mert hogy így nagyon-nagyon kevés dologat tudja azt adni, mint a zene. Hogy itt tényleg egy más világba tudsz így kerülni, és itt teljesen kizársz mindent. És nem szóval arra, hogyha ezt te csinálod, és még szereted is, amit csinálsz, az igen, ez elég jó. Na, egészséget. Köszönjük.